Sziasztok! Megint egy különleges ilyen kis csoki válogatással készültünk. Ezt igen Dubajban vásároltuk. Őszintén gigapak, azért nem tud berendezni a kamerába. És mint látjátok, ez is nagyon úgy tűnik, hogy igazándiból egy ilyen másolat, mert mi azt mondanánk, hogy ugye itt a Snickers, a Mars és a talán a Twix, vagy valami egyéb szelet. Vagy esetleg a Milky Way szelet kopizása, de hát nézzük is meg, hogy milyenek. Én elő is készülök a tányérra, hiszen gondolom ezt is ketté vágjuk. Azt mondja, itt az egyik fajta, a másik fajta, és már itt is a harmadik. Ami érdekes, hogy ugye azt gondoltuk, hogy ez ilyen nagyobb lesz, de látjátok, ez ilyen elég pici. Tehát, igen, ez ilyen az ujjam vastagsága, vagy jó, na, egy kicsit nagyobb az ujjam. De hogy utána az alapkoncepcióval, ami elvileg... Igen, a csomagolás, azért bocsánat, csak úgy térjünk vissza így hirtelen, így a csomagolásra elnézve, nem arra gondolsz, hogy majd ilyen kis pici lesz, de aztán persze így, hogy látom, belelátom, csak így nem erre számítottam. Ez konkrétan egyébként munkálatos csokit ígér, nézzük meg. Én csak kicsit vágok, mert annyit kóstolunk ma, meg annyira nem meg a nugát emlékeny szerint nem az, amit mi annyira kedvelünk. Illatra egyébként nagyon érdekes. Még ebből vágjál már nekem, légy szíves, egy kisebbet. Nem akarok feltétlenül nagyot tekintni, hogy tényleg nem vagyunk nugát fanok. Meg a nugát ennek ennyire meg fogsz lepődni. Uh-huh. Ugye? Most gondolkozom, hogy ez most a Mars. Vagy a Milky Way, de hogy vagy a kettő keverve. Egyébként azt nem tudom, tudod, de ha minden igaz, Amerikában ugye föl van cserélve talán a Milky Way és a Mars, vagy lehet, hogy a Snickers, most ebben nem vagyok biztos, de hogy máshogy vannak. Figyelj, a Milky Way egyértelműen, ugye a Marsnak van egy karamell. Igen, csak hogy mondom, hogy ott Amerikában szempont ez van fölcserélve, de mindegy, ez most nem lényeges. Nem rossz. Tehát, hogy azt viszont tökre megidézés, ugye ezt most akkor tegyük hozzá, hogy nem szeretjük a nugátot, és most azt mondom, hogy nem rossz. Tehát, hogy De megnézem, hogy abban mi van. Hogy akkor mondhatjuk, hogy nem szeretjük a nugátot, hát akkor ez lenne ugyebár elvileg a Mars utánzat. Nézzük meg. Azt ugye azért szeretjük. Igen, de nézzük, ez milyen. Jó, hát azért itt úgy nézem, hogy itt van benne illetve tényleg. Megint érdekes. Ott van a kis karamellcsík, tehát hogy az, sőt, egész vastag karamell réteg. A csoki is mintha egy picit másabb lenne, mint ennek a csokia volt. Nézzük. Nem rossz. És minimálisan, de megidézi a Marsot. Igen, ilyen mini Mars. És pont ugyanilyen tömény ilyen édes, mármint hogyha érted, mire gondolok. Igen. Hogy nekem most például innom kell rá. Na, hát ott látszik egy kicsit, mint a kicsapkodott volna a kakaóval. De milyen érdekes, hogy tulajdonképpen csak egy járt így, ami egész jó arány, mert azért Dubajban elég meleg volt, mikor voltunk az Expo-n. Nézzük. Egy. Érdekes, hogy egyébként a mindemeltet tudom, hogy minek az utánzatai. Illatát mindenképp ajánlom. Az eredetiek azok tényleg jobbak. Tehát, hogy ennél kivételesen azt mondom, hogy persze, lemegy ez a csoki. De hogy összehasonlíthatatlan mondjuk az előbbi a Marssal. Legalábbis nekem. Uh-huh. Érdekes, mert hogy... Mivel hogy ilyen kicsi az egész, szerintem lehet, hogy ez lehet a kulcsa, de nagyon elviszi a mogyoró nekem. Uh-huh. És nem az a fajta mogyoró, amit szeretek. Igen, kicsit kesernyisebb mogyoró ez, mint amit mi szeretünk. Uh-huh. Mert valószínűleg az van, hogy túl sok a mogyoró ahhoz képest, hogy a többinek mennyi ideje van elvinni ezt az ízt, és a Snickersnél ez nincs olyan, mert ugye ott az arányok az, hogy egy rohadt magas töltelék, igen, és egy kevés mogyoró, illetve nem kevés az, csak hogy ott van meg ideje. Meg mellé a karamell, igen. Ez nem lesz annyira jó, ez nem lesz a kedvencünk. Nekem mind a három olyan, hogy íznik. Igen, egyébként tényleg jók. Tehát, hogy így, hogy olcsóbbak, nem rossz, de egyébként lehet, hogy inkább maradnék az eredetinél, de hát ez olyan, mint ugye... Igen, érdekes, hogy ennél én is azt mondom. Ellentétben az előzővel, amit kóstoltunk. Igen, az a kettő rendben van. Mm. Ez olyan, mint tudod, a Lidl-nek, ha jól emlékszem, vagy a Penny-nek, né, valamelyik nagy ilyen diszkontnak van saját márkás Snickers, meg Mars hasonlás, és azok se rosszak. Ha emlékszel rá, egyszer még régen kóstoltuk, hát, mindegy. Minden esetre fogunk kóstolni nem csak utánzatokat is, hanem helyi ízeket, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor... Például a különleges KitKatet, ha jól emlékszem, nem, bocsánat, Kindert,
Egy... De különleges kitkettet is kóstolunk. Igen? Na mindegy, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor kövessetek minket, illetve hát nézzetek minket a TikTokon, az Instagramon, a Facebookon, és természetesen itt a YouTube-on is. Sziasztok! Sziasztok!